Idei évben, márciusban kezdtük meg a munkálatot, mert a Ferences Gimnázium bővülni fog, egy nagyobb épületszárny fog ide épülni a közeljövőben, és emiatt törvény előírás, hogy ilyenkor, amikor kiemelt régészeti lelőhelyen történik egy építkezés, előtte szükséges egy régészeti feltárás, ezért vagyunk most itt. Amikor megkezdtük a feltárást, nagyon nem tudtuk, hogy mire számítsunk, mert nagyon nagy feltöltés van az egész középkori királyi város területén, ezért nagy meglepetés volt számunkra, amikor előkerült egy 13. századi épület jó minőségű négyzetes kvaderkövekből álló falazata, illetve a legnagyobb szenzáció, ami két hete került elő, az pedig egy középkori útrészlet, amelyet pénzérmék datáltak, tehát az út felszínén találtunk több 12-13. Századi pénzérmét. Ezeknek nagyon örültünk, mert így biztosan tudhatjuk, hogy akkor használták az utat, hiszen a járókelők elhagytak egy-két pénz darabot jártuk bankeltükben. Úgy néz ki, hogy az épületünket már a barokkorban, a török háborúk utáni tereprendezéskor megtalálták, amikor itt építkezni kezdtek, és ekkor történt egy nagy tereprendezés, kipucolták úgymond az épületet, emiatt sajnos padlószintet nem találtunk, de a hely révén is, ugye, hogy a Ferences Kolostor környékén vagyunk, valószínűsíthető, hogy talán annak valamely melléképülete lehetett. Ennél többet azonban még nem tudunk mondani. Jelenleg a feltárást a Magyar Nemzeti Múzeum, Balassa Bellint Múzeuma végzi itt Esztergomban. Én is régész vagyok, illetve több régész kollégám dolgozik a helyszínen, valamint régész technikusok, akik a feltárásban, bontó munkában vesznek részt, valamint van jó néhány önkéntesünk is, akik szívesen segítenek és részt vesznek a munkában. Ez nagyon komplex munka, mert egyrészt történeti tudás is szükséges hozzá, elő kell keresnünk régi térképeket, okleveleket, adott esetben korabeli, illetve közelmúltbeli képeslapokat, például most is előkerült egy 1900-as évek elejé képeslap, amely jól mutatja, hogy itt korábban boltok álltak, még a 40-es években is. Valamint fontos hozzá egy ilyen műszaki szemlélet is, hogy mikor milyen gép kell esetleg a föld kitermeléséhez, vagy mi az a szint, ahol már muszáj kézi erővel dolgoznunk. De amikor az út előkerült, a felső részeket lehetett még ásóval, lapáttal tisztítani, majd később kiszerszámokra kellett váltanunk. Használunk egy úgynevezett horolót, ami egy ilyen kaparó, ami a vékonyabb rétegeket segít eltávolítani a feltárandó területről, valamint spaklit, seprűt, sírok esetében, amit jelenleg nem találtunk, ott viszont ilyen kisebb orvostechnikai eszközöket is, akár szikét is szoktunk használni. December közepén, karácsony előtt 23-a környékén szeretnénk befejezni, addigra úgy gondolom, annyi információt tudunk az útról is, illetve környékéről, valamint az épületről összegyűjteni, ami az utókor számára is hasznos lesz. Tervezünk egy olyat, hogyha az épület alatt lesz ez az egész út, illetve a korábbi épület, és nem lesz látható, hogy egy online felületen igyekszünk majd az érdeklődőknek bemutatni, illetve szeretnénk majd nyilván a vírushelyzet elmúltával tudomány népszerűsítő előadásokon előadni, illetve szeretnénk, ha Esztergom lakossága értesülne erről, és mindinkább a múzeum kiállításain is találkozhatna az itt előkerült tárgyakkal.